Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. Vendégem Bognár Róbert, az EU-Fire Moson-Magyaróvár kézilabda csapatának vezető edzője. Azt mondtam tréfásan, hogy te Moson-Magyaróváron csak bajnokcsapatot tudsz csinálni, mert hogy ez volt egy úgymond egy második idény itt, csak most a felnőtt csapattal, és szintén bajnok lett a Moson-Magyaróvár. Meg lehet ezt ismételni az NB1-ben, hogy kezdjük a beszélgetés végéről. Igen, ezt a klubnál már többen felvezették számomra, és mondtam, hogy én leszek a legbüszkébb, hogyha nagyon-nagyon jól szerepelünk, de azért úgy gondolom, hogy szép lépésekkel próbáljunk minél jobb helyezéseket elérni. Ne a bajnoki cím legyen az első, amit kitűzünk magunk elé. Én akartalak meghívni első stúdió beszélgetésre, de a Királyi Televízió lecsapott erre a sikerre, és már is talán amikor megnyertük a bajnoki címet, a NECA ellen dőlt el, ugye ekkor megyben másnap mentetek Solc Andival a Királyi TV-be. Mennyire volt szokatlan az a környezet neked? Tehát kicsit mesélj erről, hogy hogyan éltétek meg ezt az érzést a dolgoknak. Picit fura volt, mert azért egy hatalmas stúdióról van szó, és rengeteg ember volt ott benn. Én azon gondolkodtam, hogy van olyan felvétel is, amikor még ott nézők is vannak, meg tapsolnak. Úgy voltam vele, hogy azért az már egy kicsit sok lenne. Szerencsére ez a kicsit szűkített verzió volt. De ugye ott azért sok idő nem volt, több mindent is el szerettünk volna mondani, ami így a Móvár és a csapat körül van, de körülbelül talán 5-6 kérdést kaptunk. Azt viszonylag röviden meg kellett válaszolni, tehát nem tudtunk annyira kibontakozni, de a visszajelzések alapján jól sikerült, jól éreztük magunkat, meg egy picit örülünk, hogy megmutattuk magunkat, hogy újra itt vagyunk, és újra az NBA-be tudunk szerepelni. Na, beszéljünk akkor most konkrétan a szezonról ennyi felvezetés után. 26 mérkőzés, 25 győzelem, egy vereség, ez magáért beszél. Azt gondolnánk a számok alapján, ez egy nagyon könnyű menet volt, de mégsem volt az, hiszen mégis az utolsó előtti hazai mérkőzésen dőlt el a bajnoki cím. Igen, én azt gondolom, hogy ezt már én mondtam máshol is, hogy szerintem egyértelműen a legjobb csapat a Móvár, nem csak keleten, vagy nem csak nyugaton, hanem keleten is. De semmit nem ér, mert ezt be kell bizonyítani, és azt tudni kell, hogy tényleg nagyon sok munka van emögött. Tehát rengeteget dolgoztunk, és én úgy gondolom, hogy az a NECA vereség az nagyon kellett. Tehát ha belemegyünk úgy a tavaszi bajnoki fordulókba, hogy igazából mindenhol nyertünk, lehet, hogy egy picit elaltatott volna minket, amit én nem szoktam engedni, tehát, de azért óhatatlanul is van olyan, hogy egy picit gyengébb a koncentráció, és akkor bebecsúszik egy hiba. Szerintem mi kaptunk egy pofont, ami úgy felrázott minket, rátettünk még egy-két lapáttal, szerintem sokkal egységesebbek lettünk tavaszra, és elkezdtünk még többet dolgozni, úgyhogy nem volt könnyű, De azt gondolom, hogy teljesen megérdemelt volt ez az első hely. Hogyan és milyen terv szerint edzettetek a bajnokság alatt? Voltak kiemelt meccsek, tehát volt olyan mérkőzés, amire készültünk, de a terhelésből nem vettünk vissza, hanem ugyanúgy mentünk, mintha vagy nem lett volna hétvégi bajnoki mérkőzés, vagy pedig ugye egy gyengébb ellenfélnél. Ugyanúgy videóztunk, meg voltak taktikai edzések, de azért keményen edzettünk végig, és akkor voltak kiemelt mérkőzéseink, amin egy picit azért úgy visszavettünk a tempóból, több taktika volt, talán egy-egy edzéssel kevesebb is, tehát ott viszont pihentebben akartunk belemenni ezekbe a mérkőzésekbe, a legtöbbet viszont úgy erőből és edzésből próbáltunk megoldani, mert azt már mondtam itt is, hogy mi már ezt az évet az NB1-re is készülve edzettünk, tehát próbáltunk olyan edzésszámot és olyan intenzitást és terhelést adni a lányoknak, ami majd ott fog kelleni jövőre. Mondhatom, hogy a hazai NECA elleni bajnoki mérkőzés volt a legjobb mérkőzés a csapatnak? Talán igen, de nem is fizikálisan ott is, hanem én rendkívül egységesnek éreztem a csapatot, és nagyon koncentráltnak. Tehát amit mi végig gyakoroltunk, akár az előző NECA meccsre is, ott nem igazán jött össze, nem azt játszottuk, viszont a hazai mérkőzésen én azt éreztem a lányokon, amit nekem is sugározni kellett feléjük, hogy itt más már nem nyerhet, és én egész héten talán egy edzést kivéve nyugodt is voltam, és érezték rajtam, hogy bízom bennük, én el is mondtam ezt többször, és tényleg én is úgy éreztem, hogy teljes mértékben tudjuk, hogy mit kell játszanunk, hogy mit akarunk, és hogy,
hogy annyira magabiztosak voltunk, hogy nem is születhetett más. És mi volt az egy nem nyugodt edzésed? Ott volt egy olyan gyakorlat, amin egy picit a lányok úgy nem összpontosítottak, és úgy sem a sebessége, sem az egész gyakorlat úgy nem tetszett, és akkor én ott felhívtam a figyelmet erre, hogy ez nem lesz elég, mert nem ilyen tempóval megy a neka, nem így kell oda menni, nem így érkeznek a kapunk elé. És én ezt ott elmondtam, ott nyilván a lányok egyből jelezték felém, hogy nyugi, meg így most akkor ők is idegesebbek lesznek. Én is éreztem magamon, hogy itt nem az a jó megoldás, hogyha, de nem is kiabáltam belük, tehát én azért nem szoktam, és én ott megéreztem azt, hogy tényleg nekik abszolút a nyugalomra és a pozitív dolgok kiemelésére és a dicséretre van szükségük, onnantól kezdve ez is ment egész héten, de szerintem nagyjából az egész bajnokság alatt, és ők a pályán ezt vissza is adták, mert szerintem nem volt kétség, hogy melyik a jobb csapat. Én is azt vettem észre, mert az én is elég sokat vagyok ott mellettetek a Kispad környéken, hogy talán még nem éreztem ilyen jó hangulatú csapategységet. Mm. Ez minek köszönhető? Én azt gondolom, hogy a lányok is egyre jobban megismerték egymást, nekünk is, akik a csapat körül vannak, meg nyilván Csernus Imrének is, aki azért elég sok energiát és időt fektetett ebben, hogy beszéljen velük, és én egy picit elvinném ezt a történetet abba az irányba, ami most hétvégén volt, hogy szerintem ez az Audietto semmi másért nem nyert B-ját, mert rendkívül egységes volt, és amikor gyengébb periódusban volt egy mérkőzésen, egymást kihúzták a úgymond a gödörből, és nyertek. Én ugyanezt a szisztémát szeretném a lányoknál jövőre is, mert azért nem ilyen mérkőzéseink lesznek sajnos, vagy nem sajnos, ki tudja, talán ebben még többet tudunk majd fejlődni, ahol minden héten háború, én úgy szoktam hívni ezt az egészet. Hát bizony, akkor sok harcot kell megvívnatok, beszéljünk az NB1-ről, szóval azért az egészen más kávéház, hogyha szabad így kifejezni magam. A világ legerősebb bajnokságában fog játszani Moson-Magyaróvár. Ez a keret mire lenne, vagy lesz majd ott elegendő? Aztán beszéljünk majd, hogy változik-e, de hogy most hol tarthatunk? Én azt gondolom, hogy ez a keret is bent tudott volna maradni idén. Nem megbántva azokat a csapatokat, akik az NB1-nek a vége fele voltak, de ugye azért mi játszottunk edzőmeccseket, és nyilván amiből azért nem szabad annyira messzemenő következtetéseket levonni, de azért csak megvertük idegenbe a Vasast, a Budaörsöt, tehát én azt gondolom, hogy ez a csapat idén is bent tudott volna maradni. A jövő év ugye azt sem tudjuk, hogy most az Eger, aki első helyen áll és egy győzelemre áll a feljutástól, vállalja a bajnoki megmérettetést, vagy esetleg a Kecskemét marad bent. Tehát az, hogy jövőre mi hol tudunk majd szerepelni, az nyilván attól is függ, hogy ki lesz majd konkrétan az a 12 csapat. De én abszolút azt gondolom, hogy az a 8.-10. hely környékét azt meg lehet és meg is kell célozni. Tehát én nem szeretném azt, hogy maradjunk benne, ez legyen így tegyük minél magasabbra azt a mércét, és próbáljuk megugorni, mert én örülnék neki, ha akár egy erős középcsapat lennénk ott a 8. hely környékén első körben. És arra fel vagytok készülve, hogy ott azért mentálisan megterhelőbb lesz, mert nyilván nem lesz ennyi győzelem. Igen, erre fel kell, és ugye ezt nyártól ugyanúgy elkezdjük a csapatot, nem csak fizikálisan és mentálisan is erre készíteni, meg amin én is szeretnék változtatni, hogy én úgy érzem, hogy több bevethető játékos lesz majd a jövő évi keretben, ezáltal én is szeretném a csapatot még többet forgatni. Tehát én rengeteg mérkőzést néztem az NB1-ben már most is, az idei mérkőzések közül, meg ugye a Final Four-t is most végignéztem mind a 4 mérkőzést, és ott is azt látom, hogy körülbelül 10-15 perc, amit ezen a szinten, vagy még magasabb szinten lehet egy játékosnak adni. Tehát azzal, hogy mi ehhez is megfeleljünk, ahhoz az kell, hogy ne 8 vagy 10, hanem 14-16 emberrel tud lejátszani egy bajnoki fordulót, ezáltal talán jobban ki tudod tolni azt, hogy végig egyenletesebben játszál, mint fizikálisan, ne legyenek hullámvölgyei, amikor a csapat elfáradt. Tehát én is már próbálok ezekben gondolkodni, új dolgokat bevinni, és a megnézett mérkőzéseknek a tapasztalatot levonni, egy picit változtatni az idei dolgokon. Saját nevelési játékosokra számítasz az NB1-ben, vagy lesznek új igazolások? Lehet a kérdés egy kicsit álnaív volt, de gondolom érted, hogy miért kérdezem. Tehát, igen, lesz-e változás a keretben? Lesz. Én még nem szeretném azt elmondani, hogy kik távoznak, mert azért ez még
vannak kérdések, lesznek távozók, körülbelül 3-4 játékos, és körülbelül 4-5 játékos szeretnénk felnőtt korú játékos hozni a csapathoz. Ezt elmondhatod, hogy milyen posztra igazolnátok? Kapus szeretnénk mindenképp, beálló, egy balkezes jobbátlövő, és lesz még belső poszton egy balátlövő irányító, aki ilyen hármas védő. Tehát körülbelül ezek a, inkább azt mondom, hogy a belső poszt meg a kapu, amit szeretnénk megerősíteni, és még itt vannak tárgyalások fiatal játékosokkal is, tehát ott tartunk, hogy szeretnénk az ifi csapatban is erősíteni olyan játékosokkal, akik a felnőttel edzhet, és egy-két éven belül kinevelni őket a felnőtt csapat játékosaival, tehát NB1-es játékosok legyenek. A kapusposzt érdekel igazából, hogy a Solcandi tényleg zseniálisan védett, amiket láttam hazai, mert Dányi Berni is jó védett, és még kellene egy kapus? Igen, mert ugye a Berniről azt tudni kell, hogy neki az első éve lesz az NB1-be. Azért ő fiatal kapus, volt egy-két olyan mérkőzés, ami nagyobb téttel bírt, ahol azért éreztem rajta, hogy még nincs meg az a rutinja, ami teljesen normális, mert meg kell szerezni. Ugye az Andi, ő pedig azért ő nem egy jó állapotban került ide, önbizalom hiányosan, ugye ezt az M4 Sportnál is beszéltük, hogy őt újra kellett építeni, ő tény és való, hogy nagyon-nagyon jó szintre jutott el, viszont én úgy vagyok vele, hogy egy feljutó csapatnak az egyik legerősebb posztjának, a kapus posztnak kell lennie, és ezt megbeszéltük a lányokkal is, Dányi Pistával, a kapus edzővel, és ő is azt javasolta, hogy mindenképp legyen még egy kapus, mert mondok egy példát, most például a héten egy kapusunk van, mert a Berni a válogatottnál egy kisebb sérülés szedett össze, az Olá Bella, aki nekünk beszokott segíteni, és most is nagyon jól védett az utolsó meccsen, az ifi mérkőzésen kapott egy fejlővést, lehet agyrázkódása volt, tehát jelenleg most például megint egy kapusunk van, és az örök problémának látom a Móvárnál, a Győrnél is, rengetegszer volt, hogy a győri kapus a móvári csapatnál védett fordítva, mert egyszerűen ez a két kapus, ez nem elég, mert sajnos mindig történik velük valami, úgyhogy mindenképp a három kapusban gondolkodnánk, hogy legyen egy biztonság, hogyha ne adj Isten az egyiknek baja van, vagy gyengébben teljesít, akkor még mindig legyen két olyan kapus, aki bevethető. Búcsúzóul, te is életed első NB1-es szerepvállalására készülsz vezetőedzőként. Ez mennyire izgulsz, vagy nem tudom, izgulsz, vagy milyen érzések vannak benne. Nagy lehetőség ez a számodra. Mindenképp lehetőség. Én emiatt abszolút köszönettel tartozom a klubnak és a vezetőknek, mert azért ez nem jellemző a mai. Én most a kézilabdát szeretném kiemelni, a mai kézilabdában nem jellemző ez a dolog. Nyilván van bennem is egy ilyen megfelelési kényszer, hogy szeretnék bizonyítani, viszont nem félek, mert én azt gondolom, hogy lesz egy olyan csapatom, akiben bízhatok, hogy mellettem áll és hisz bennem, meg én is próbálok minél jobban felkészült edző lenni, minél jobban minden ellenfélre felkészülni, és még van egy fontos dolog, vannak olyan segítőim, akiknek van tapasztalata is az NB1-ben, és azt gondolom, hogy így együtt a vezetés is egy csapatban, meg a csapat is, meg közösen el tudjuk majd érni azt, amit kitűztünk, vagy kitűzünk magunk elé. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Gratulálunk a Moson-Magyaróvári sikerkézilabdaedzőnek, Bognár Robertnek. Bajnok lett a Moson-Magyaróvár, ennek kapcsán beszélgettünk az MKC, illetve az EU-Fire Moson-Magyaróvár kézilabdacsapatának vezetőedzőjével. Köszönöm, hogy bennünket választottak, viszontlátásra!